rajzold le! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Hű, mit csinálsz? Ez csodálatos, Pokolyó! Meg tudja mondani valaki, hogy mit rajzolt Pokolyó? Egy halat! Egy halacskát rajzolt! Úgy bizony, ez egy halacska. Egy zöld hal. Méghozzá csodaszép zöld hal. Mire gondolsz most, Pokolyó? Még rajzolok! Tudom már, rajzolj valami szép lakóhelyet a halacskának. Ha-ho, Pato! Láttad, mit rajzolt Pokolyó? Mi baj van, Pato? Nézzétek! Látja valaki, hogy hol van most a halacska? Fenn az égen! Úgy bizony! Ez egy égi halacska! Csoda élénk a képzeletet, Pokolyó! Szerintem Pato még nem látott olyan halat, ami az égen úszkál. Ez nyilván egy madárhalacska. Madalacska. Vagy halacska madár. Vagy haladár. Na jó, mindegy. És most mit rajzolsz, Pokolyó? Tű, egy gyönyörű kék halat. Ez igazán szép, Pokolyó. Ohoho, na vajon ki lehet ez? Eli! Eli, szerintem Pokolyó szeretne meglepni. Tadá! Ho-ho-ho-ho. Nézzétek csak! Látja valaki, hogy ez a hal meg hol él? A fákon! Bizony, ez is egy fantáziadús alkotás, Pokolyó. Nézzétek, hogy himbálózik ez a hal. Ugrál ágról ágra. Ajjaj, szerintem Eli még sosem látott olyan halat, ami az erdőben él. Még egyet csinálok. Rajzolsz még egy képet, Pokolyó. Kíváncsi vagyok, az mit ábrázol majd. De jó móka! Tű, micsoda káprázatos piros hal! Vajon a piros hal hol él? Tűha, nézzétek! Látja valaki, hol él ez a gyönyörű piros hal? A tengerben! Úgy bizony, a vízben, a tengerben. Hát igen, ezen a rajzon az látható, hogy igazából hol élnek a halak. Hű-hű. Bye.
mindenit. Szerintem Pokolyó azt akarja mondani, hogy ezeket a képeket nektek rajzolt a Pato és Eli. Tudjátok, mit gondolok? Az a legjobb játék, amiben a képzeletünket is használjuk. Mi ez? Ajándék mindannyiunknak. Nagyon szépen köszönjük, Pokolyó. Ez csodálatos. Éljen Pokolyó és a gyönyörű rajzai! Pápá, nem sokára találkozunk! Gyerünk, Pokolyó! Pokolyó iskolába megy. Ahó, Eli! Ahó, Valentina és Szundi madárka! Mik azok? Iskolatáskák? Értem, iskolásat játszotok. De jó, nagyon szeretem az iskolát. Eli azt kérdezi, van-e füzetetek? Füzetek! Remek! És ceruzátok? Igen, ceruzátok is van. Ó, fiú! Eli azt kérdezi, akartok-e iskolásat játszani? Labda! Hát jó. A Mars Fivérek műsora. Számítógép. Bőrönd. Bőrönd, 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 bőrönd. Bőrönd, ez egy bőrönd. Könyv. Pokolyó, Pato, biztos nem akartok iskolásat játszani? Mi ez? Mese! Jaj, de jó! Formálósdi. Kör. Kör. Téglalap. Téglalap. Háromszög. Háromszög. Kör, téglalap, háromszög. Mi ez, Pokolyó? Óra. Értem. Összeraktál egy órát körökből, téglalapokból és háromszögekből. Fagyi. Ez egy fagyi. Elmondanátok, miből áll? Mik ezek? És ezek? Téglalapok!
Na és ezek? Háromszögek! De fincsi! Kör, téglalap, háromszög. Nézzétek, ceruzájuk is van, és rajzolnak. Eli szerint így nem mehetsz iskolába. Ahhoz még kell pár dolog. Megmondanátok, mik ezek? Iskolatáskák! Na és mik ezek? Füzetek! Na és ezek? Ceruzák! Ezek ceruzák! Úgy bizony! Most már mindenki játszhat iskolásat. De jó! Énekeljük. Let's go to school and bring a backpack. Let's go to school and bring a notebook. Let's go to school. Don't forget a pencil. Let's go to school to learn today. Kicsi és nagy. Nézzétek, ez Pokolyó. Ahó, Pokolyó. Nagy, kicsi. Csű, mi ez? Pátó. Nézd, nagy, kicsi. Pátó, szerintem Pokolyó mutatni szeretne valamit. Csű. Ez aztán jó nagy lett. Nagy. Kicsi. Ó. Na ez viszont most nagyon kicsi. Kicsi. Papa. Szörfölj a neten Ellivel. Szia, Eli! Pokolyó szeretné, ha rákeresnél egy szóra a számítógépeden. Magas! 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 Eli valami magasat keres. Ez Pátó. Nézd, ő magas. Csí, nagyon magas. Még alacsony. Pokolyó most olyasmit szeretne látni, ami alacsony. Pátó most alacsony. Nagyon alacsony. Köszönöm, Eli. Igen, köszönjük, Eli. Ügyes vagy.
Kicsi. Á, itt van Eli. Épp piknikezik a babájával. Jaj, de jó. Eli! Mi történt? Ó, ajaj. Megmondanátok, hogy a baba most nagy, vagy kicsi? Kicsi! A baba kicsi! És most nagy, vagy kicsi a baba? Nagy! A baba most nagy! Formálósdi. Kör. Kör. Négyzet. Négyzet. Csillag. Csillag. Kör, négyzet, csillag. Csű, mi ez, Pokolyó? Hőlégballon. Értem, készítettél egy hőlégballont. Körökből, négyzetekből és csillagokból. Egy helikopter. Helikopter. Megmondanátok a formák nevét? Mik ezek? Körök. Ezek körök. És ezek? Négyzetek. Négyzetek. És ezek? Csillagok. Ezek csillagok. Kör, négyzet, csillag. Nagy, kicsi. Ajaj, kicsi. Szegény Lula. Nagy, kicsi. Jaj, Pokolyó, ez nem valami kicsi. Szép. Nagy, kicsi. Igen, ez egy remek távirányító, viszont Lulával nem viselkedtél valami rendesen. Se Elivel. Se Pátóval. Segítek! Így már jobb. A csont. És a baba. És az építőkockák. Bravo, Pokolyó! Igen, igen, most igen, újra igen, minden igen, rendben. Hurrá! Énekeljünk! Kicsi. Kicsi. Nagy! 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 Nagy, nagy, nagy! Kicsi. 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 Nagy! Kicsi. Nagy. Nagy. Kicsi. Nagy. Nagy. Kicsi. Gyerünk, Pokolyó! Kerekek. Ahó, Eli! Hát ez meg mi? Bicikli? Csí, de klassz! Várj! Hí! Ha, nézzétek a kerekeit! Mi ez? Roller! Egy roller! Méghozzá gyönyörű roller! Láttad ezt? Pátó is szeretne gurulni valamin.
gördeszka? Jaj, de menő! Ez csuda jó móka! És most csendes pihenő Szundi madárral. Hó, pokolyó! Egy busz? Busz! Egy repülő? Egy vonat? Most pokolyó. Vonat. Papa. Vonat! Hát, jó ét. Valentina, vigyázz! Megmondanátok Valentinának, milyen járműve van Elinek? Biciklije! Biciklije van! Úgy bizony, biciklije van. És milyen járműve van Pokolyónak? Rollere! Rollere van! Rollere van, igen. És Pátónak milyen járműve van? Gördeszkája! Gördeszkája van! Gördeszkája van, így van. Valentina is szeretné kipróbálni. Polimogya! 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 És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék, az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja, menjetek hátrafelé! Jó móka hátrafelé menni. Hoppá! Polip mondja, guruljatok! Gyerünk, guruljatok a padlón! Polip mondja, ugráljatok! Ez az, ugráljatok fél lábon! Remek! Polip mondja, ennyi volt! Valentina, nem feledkeztél meg valamiről? Sisak! Pontosan! Ajaj, ez a gördeszka túl nagy! A roller is túl nagy. A bicikli meg pláne nagy. Ha? Ó, jaj, szegény Valentina. Hozzá képest minden túl nagy. Van egy ötleted? Nézzétek, Pato elviszi Valentinát gördeszkázni. Eli pedig biciklizni viszi Valentinát. Most pedig Pokolyó viszi Valentinát a rollerén. Csí, de jó a barátokkal furikázni. Énekeljünk! If you can ride a bicycle, a scooter or a skateboard, then you can go anywhere. Doesn't matter if it's near, doesn't matter if it's far. Roller!
can ride a bicycle, a scooter or a skateboard, then you can go anywhere. Doesn't matter if it's near, doesn't matter if it's far. Pokolyó! Bátó festményei. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Ellinél egy vödör van? Á, értem. Egy képen dolgozik. Elég furán fest. Mi az? Majom. Majom hangot hallasz? Megmondaná valaki Pokolyónak, hogy ez tényleg majom-e? Nem, ez nem majom. Ez szundi madárka. Úgy bizony, ez nem majom, hanem szundi madárka. És nézzétek, ő is fest. Kitűnő. Tyha, és Polip is egy festményt készít. Mit festesz? Ó, még nem tudod. Értem. Pato, te nem festesz valamit? Talán igen, talán nem. Úgy látszik, Pato nem tartja jó játéknak a festést. Aha, ideje megrendezni a nagy kiállítást. Szundi madárka már hozza is a finomságokat. Nyam, de jó. Tű, itt van Eli festménye. Szerinted milyen, Pokolyó? Gyönyörű! Nagyon erős! Aha, ez meg biztos szundi madárka festménye. Mi az, Pokolyó? Azon gondolkozol, milyen szavak illenek a leginkább ehhez a képhez? Hát persze. Vibrál, életerős, lendületes. Vigyázz, szumbi madárka! Ne izgasd fel magad túlságosan! Á, itt van Polip műalkotása. Pokolyó arra kíváncsi, hogy mi akar ez lenni, Polip. Á, de értem, igen. Aha, persze. Azt mondja, hogy irka-firka. Ez pedig szundi madár festménye. Mit gondolsz, Pokolyó? Őszinte, igaz? Alvú. Pato, végül mégis úgy döntöttél, hogy festesz valamit. Megnézhetjük. Mi? Pato, ezt te festetted? Hogy több is van? Tűha! És van még? Hadd nézzük! Ezeket mind te festetted? Csodálatosak! Festenél most nekünk is egyet? Kérlek, Pato, annyira szeretnénk nézni munka közben. Ugye ti is szeretnétek látni, hogyan fest, Pato? Igen! Fess egy képet, Pato! Nincs hozzá megfelelő anyagod? Az nem gond. Parancsolj, egy szép fehér vászon. Szomjas vagy? Parancsolj! Jól van, Pato. Készen állunk. Kápráztass el minket.
Ajaj! Pato, nem te festetted azokat a képeket, ugye? Jól van, elmondom most, mit csinálunk. Először is visszavisszük a képeket oda, ahonnan hoztad őket. Nagyszerű. Itt egy szép üres vászon. Próbáld meg. Jól van, nem szeretsz festeni. Akkor mit szeretsz? A virágokat. Igazad van, csodaszépek. Mi lenne, ha lefestenéd őket? Nem? De hát nincs mitől félned. Nézd, Pokolyó rajzolt egy gyönyörű virágot. Pato, ez az! Festettél egy igazi festményt! Méghozzá egy kitűnő képet. Ez csodálatos! Ugye örülsz, hogy megpróbáltad? Éljen, Pato! És éljen, hogy belevágunk az új dolgokba is! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! A nagy verseny. Nézzétek, ott van Pokolyó és Eli. Együtt gurulnak. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Eli! Ha szép idő van, nincs jobb, mint egy kellemes, közös kirándulás. Együtt vagy a barátaiddal, és közben csodásan érzed magad. Csiha! Ajjaj! Úgy látom, Eli és Pokolyó kellemes kis kirándulásából inkább versenyzés lett. És Pato is itt van. De hová megy? Ja, látom, ott van. Pato azt szeretné, ha Pokolyó és Eli tényleg versenyeznének. Hű, de izgalmas! Ide mindenki! Eli és Pokolyó versenyezni fog, hogy kiderüljön, melyikük a gyorsabb. Szerintem Pato el akarja indítani a versenyt. Mit mondasz, amikor elindítod a versenyt, Pato? Igen, azt mondod, vigyázz, kész, és utána mi jön, Pato? Ajaj, Pato nem emlékszik, hogy mi jön ezután. Segítene valaki Pátónak elindítani a versenyt? Mondjátok velem együtt! Vigyázz! Kész! Rajt! És elindulta! Nagyszerű! Ugye milyen izgalmas? Pokolyó és Eli fej mellett haladnak. Csiha, szerintem felébresztették Szunni madarat. Na hát nézzétek! Mintha ő is részt akarna venni a versenyben. De nem tud valami gyorsan menni. Úgy látszik, mintha Eli vezetne. Ajjaj, micsoda bal szerencse! Eli elakadt a homokban. És ott megy Pokolyó! Ott hagyja szegény Eli a pácban. Úgy értem, a homokban. Na várjunk csak egy kicsit. Elinek támadt egy ötlete. Vajon mit csinál? Kihúzza magát! Húzd, Eli! Húzd! Sikerült! Eli újra versenyben van! Jól mész, Pokolyó! Nagyon nagy előnyöd van! Megizzadtál rendesen, ugye? Hajjaj, hát ez nagyon furcsa. Most mit csinálsz, Pokolyó? Fagyi! Fagyizol a verseny kellős közepén? Hát nem mondom.
te aztán bízol magadban, ha most nekiállsz fagyizni. Hé, hey, Eli! Hát szerintem el kéne indulnod, ha meg akarod nyerni a versenyt, Pokolyó. És újra versenyben! Nézzétek, Pokolyó, hogy szágult! És itt jön Szundi madár! Pokolyó és Eli ismét fej-fej mellett halad! Micsoda verseny! Ajjaj, mi volt ez? Úgy látom, szétesett a kocsi és a roller is. Pedig már olyan közel volt a cél. Ajjaj, hogy fogja Pokolyó és Eli kocsi és roller nélkül befejezni a versenyt? Azon gondolkodom, talán valahogyan mégiscsak be lehetne fejezni a versenyt. Gondolkozz, Pokolyó! Van egy olyan kocsi darabkád, ami még mindig működik. És Eli, neked is van. Pokolyó, hogy tudnál egy új járművet csinálni? Segítsetek Pokolyónak és Elinek kitalálni, hogyan csinálhatnának egy új járgányt. Össze! Rakjátok össze! Igen. Ha a két darabot összerakjátok, elegánsan befejezhetitek a versenyt együtt. Nézzétek! Pokolyó és Eli csinált egy... Rolcsi! Igen! Tökéletes! Úgy tűnik, mindketten megnyertétek a versenyt. Együtt! Ó, hát... Igazából azt hiszem, hogy... Szundi madár lett a győztes. Szerintem ez is csak azt mutatja, nem az a lényeg, ki halad át elsőként a célvonalon, hanem hogy hogyan jut el addig, és kivel. Ilyen Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Gyerünk, Pokolyó! Közlekedési dugó. Ez Pokolyó. Vajon mit csinál? Van egy sípja. Közlekedési lámpája. És egy kereszteződése. Pokolyó közlekedési rendőr. Tyű, de jó! És most... Csendes pihenő Szundi madárral. Ahó, Pokolyó! Bicikli? Bicikli! Busz? Autó. Most, Pokolyó... Autó. Papa! Autó! Hát, jó ét. Senki sem figyel a közlekedési lámpára vagy a sípra. Megmondanátok, mi ez? Ez egy síp! Síp!
Igen. És ez? Közlekedési lámpa! Így van. A piros azt jelenti, hogy állj. A zöld azt jelenti, hogy mehetsz. Ajjaj. Ó, te jó ég. Megmondanátok Pátónak, hogy mi ez? Zebra! Ha átkelsz az úton, csak a zebrán szabad menned. És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék, az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja, üljetek le! Ez az! Most mindenki üljön le! Ülj le! Polip mondja, álljatok fel! Állj fel! Mindenki álljon fel! Állj fel! Állj fel! Polip mondja, feküdjetek le! Feküdj le! Feküdj le! Mindenki feküdjön le! Polip mondja, ennyi volt! Baj van. Nagy baj van. Pátó arra kér, te irányítsd a forgalmat, Pokolyó. Figyelnetek kell a közlekedési lámpára, a zebrára és a sípra. Most már tudjátok, miért van szükség közlekedési rendőrre. Így sokkal jobb. Énekeljünk! If you want to cross the street, you need to use a crossing, and then look at the traffic lights and listen to the whistle of the traffic policeman. Közlekedési lámpa! Zebra! Sík! Bicikli! Busz! Auto! If you want to cross the street, you need to use a crossing, and then look at the traffic lights and listen to the whistle of the traffic policeman. A nagy ijesztő csúszda. Nincs is jobb egy kellemes pihenő napnál. Ha-ha! Gyorsan! Megmondanátok Pátónak és Elinek, hogy mit csináljanak? Kövessétek! Menjetek Pokolyó után! Gyorsan! Erre! Egy mérleg hinta, jaj de jó! Tűha? Igen! Két hinta!
És egy körhinta. Tű, ez izgalmasnak látszik. Egy csúszda. Méghozzá egy jó, hosszú csúszda. Kedves tőled, Pokolyó, hogy magad elé engedett Szundi madárkát. Jól van, Szundi madárka? Látunk, figyelünk, csúszhatsz. Szerintetek ki a következő? Ki áll a csúszdához legközelebb? Pokolyó! Most Pokolyó következik. Igen, most Pokolyó következik. Pokolyó! Pokolyó! Hová mész? Biztos, hogy jól érzed magad, Pokolyó? Egyáltalán nem akarsz csúszdázni? Nem. Egy kicsit sem? Nem. Félsz a csúszdától, Pokolyó? Nem. Ezt nevezem. Ajjaj, Pokolyó! Tessék, Eli! Azt mondod, kicsit félsz? Nem mersz lecsúszni. Bár csak volna valaki, aki lecsúszna vele. De ki? Mit gondoltok? Pokolyó bátorságot öntene barátjába, Elibe azzal, ha lecsúszna vele? Igen! Azzal segítene neki. Szerintem is. Óvatosan! Ő
ügyes vagy, Pokolyó! Sikerült! Éljen, Pokolyó! Pápa, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Fess nekem egy képet. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Várjunk csak! Most festesz egy képet. Ez csodálatos! De mondd, Pokolyó, mit ábrázol majd a képed? Barátokat! Milyen remek ötlet! Lefested a barátaidat! Kit festesz le? Látsz itt valakit a közelben? Tudna valaki segíteni Pokolyónak? Szerintetek kit fessel le? Lulát! Lulát! Milyen jó ötlet! Szerintem Lula tökéletes modell lesz. Nem mozog. Igen, ez a szín Lula színe. Semmi baj, Pokolyó. Majd lefested egy másik barátodat. Pokolyó lefesti Elit. Tyha! Eli szerintem nagyon csinos leszel a festményen. Eli! Kérlek! Nem mozog! Eli! Eli! Nem mozog! Sajnos Eli túlságosan izgága, így nem lehet megfesteni a portréját. De biztos találsz valakit, akit lefesthetsz. Pokolyó lefesti Pátot. Ez egy érdekes póz. Na, ebből tényleg különleges festmény lesz. Ajaj. Ó, szegény Pato. Pedig nagyon igyekezett nyugton maradni. Pokolyó, hová mész? Mi a baj? Értem.
Nem vagy elégedett azzal, ahogy a dolgok alakultak. De Pokolyó, nézzük csak meg egy kicsit a festményedet. Nem! Aj, kérlek, Pokolyó, csak hadd pillantsak rá. Nem! Ti talán tudtok segíteni. Kérjétek meg Pokolyót, hogy mutassa meg a festményét. Talán, ha érzi, mennyire szeretnétek megnézni, akkor megmutatja. Rajta, kérjétek meg! Pokolyó, hadd nézzük meg a képedet! Légy szíves! Tűha, hiszen ez csodálatos, Pokolyó! Nézzétek! Rajta van lula narancs színe, Eli rózsaszínje és egy pátóforma különleges alakzat. Látjátok? Hidd el, Pokolyó, csodálatos művész vagy. Szerencsések a barátaid, hogy egy ilyen nagyszerű festmény készült róluk. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Roller bolondok. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Ha-hó, Pátó! Tű, mi ez? Roller. Ki ez a gyönyörű rózsaszín roller? Eli. De vajon mit keres itt? Talán itt felejtette. Mit gondoltok, visszavigyék neki? Igen, vigyétek vissza Elinek! Oh-oh. Hurrá! Ó, ügyes vagy, Pátó. Nagyon értesz a rollerhez. Úgy látom, Pátó szeretné bemutatni, mit tud egy roller bajnok. Tűha! Fantasztikus! Te aztán tényleg tudsz bánni a rollerrel, Pátó. Hűha! Tetszik a hernyó rollered, Szundi madárka. Pátó szerint jobb lenne, ha inkább őt fotóznád. Legalábbis, amíg nem nősz nagyobbra. Húha, hát ez lenyűgöző. Húhú, ezt nézzétek! Ajaj, szerintem Eli nem fog örülni ennek. De Pátó, ez Eli rollerje. Pátó annyira jól érzi magát, hogy erről megfeledkezett. Thank you.
te jóságos ég, jaj, ne! Jaj, Pato, ne! Pato, ugye tudod, hogy ez Eli rollerje volt? Eli! Eli! Na most mit csináltok? Tényleg úgy gondolod, hogy Eli ugyanannyira fogja szeretni ezt a szobrot, mint a rollerjét? Ki jön? Megmondanátok Pokolyónak? Eli! Eli jön! Pato, te vagy az? Ha-ho, Eli! Eli, szerintem egyelőre ne szállj fel a rolleredre. Jaj, Eli! Ajaj. Tudod, Eli, a rollered, szóval, tönkrement. De ne félj, majd megcsinálják. Pedig nagyon igyekeztek. Komolyan, szerintem nem kellene. Megöleled őket. Hát nem haragszol rájuk, amiért tönkretették a rolleredet? Mi folyik itt? Á, értem már. Megmondanátok, mit hozott Eli? Úgy bizony. Méghozzá egy nagyon csinos kis rollert. Ajaj, mennyi hiába való izgalom. Éljen, Pokolyó, és éljen, hogy igazat mondunk. Pápá, nem sokára találkozunk. Gyerünk, Pokolyó! Fessünk Pokolyóval. Ha-ho, Pato! Egy ecset. Szóval festesz. Remek. Pokolyónak zsírkrétája van. És neked, Eli? Ceruzád? Nagyszerű. Gyümölcs? Á, értem. Csendéletet festetek. Csodálatos. Ha-ho, Szundi madárka. Megmondanátok Szundi madárkának, mi van Eli kezében? Úgy bizony, ceruza. Eli ceruzával rajzol. És az mi? Ecset! Úgy bizony. Pátónak ecsete van. És Pokolyó, ő mivel dolgozik? Zsírkrétával! Zsírkrétával dolgozik! Nagyon jó. Pokolyó zsírkrétával dolgozik. Szundi madárka szeretne rajta lenni a képen. Gyönyörű. A Mars Fivérek műsora. Jegyzetfüzet. Paletta. Paletta, 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 paletta. Ez egy paletta. Hátizsák. Hátizsák!
Öt eper. Egy... Ügyes vagy, Pokolyó. Ajaj. Hí! Milyen gyönyörű rajz, Eli. Csia. Szundi madárka, nem illik megenni a csendéletet. Poli mondja! Poli mondja! Poli mondja! Poli mondja! És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék, az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja. Pörögjetek! Ez az, körbe-körbe pörögjön mindenki. Pörögni jó! Polip mondja. Nevessetek! Rajta, nevessetek! Ez az! Nevessetek, nevetni jó! Polip mondja, lépegessetek! Lépegessetek, mindenki lépegessen! Úgyni! Polip mondja, ennyi volt! Ó, Szundi madárka, nincs olyan nagy baj! Mi ez? Nézd a barátaid képeit! Az egyik ceruzával készült, ez a gyönyörű zsírkrétával, és ezt a csodaszép festményt ecsettel készítették. Szerintem Szumbi madárkának nagyon tetszenek a képek. Hurrá! Énekeljünk! Yes, I like to paint something nice, something beautiful. I paint with my friends, each of us in a different way. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayons. Etche! Ceruza, zsírkréta, füzet, hátizsák. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayons. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Tóth Márk, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.